Ha most ezekre a továbbképzésekre gondolok, van vállalati szintű, akkor van a magánszintű, és ezek szerint az olyan, mint itt a Városi Könyvtár Kulturális Intézmények különböző civil szervezetek alapján szerveződő képzések. Van, vagy egyáltalán kell, hogy legyen minőségi különbség ezek a képzések között? Én azt gondolom, hogy igen. Végül is a végső döntést, hogy úgy mondjam, a munkaerőpiac fogja meghozni. Tehát a munkaerőpiac mit ismer el tudásnak, hogyan értékeli. Kétségtelen, hogy Magyarországon még mindig nagyon fontos a dokumentáció is. Tehát az, hogy a tudás mellett azért a papír, a végzettséget igazoló okmány is meglegyen. Én azért azt látom, hogy különösen a profitorientált szférába, a versenyszférába valóban a teljesítményképes tudás az elsődleges szempont, és szinte minimumként tekintik, hogy megvan hozzá a papír, de önmagában a végzettség az még kevés, tehát ott a tudás is nagyon számít. Talán legszembetűnőbb a idegen nyelvtudás, hiszen külföldi tulajdonú cégeknél már sokszor nem is kérik a papírt, hanem eleve az idegen nyelven kell egy felvételi elbeszélgetést megcsinálni, akkor lehet, hogy e felé tolódik majd a szakmai végzettség is? Igen, itt a szakmák közül éppen az ECDA kapcsán azért ilyen kivonnám az informatikai, számítástechnikai tudást. Én úgy gondolom, hogy ez is éppen az ECDL moduláris felépítése alapján ahhoz a digitális minimumhoz fog tartozni, amely az írás-olvasás alapszámolási készségek mellé kell tenni, és amely szükséges ahhoz, hogy az ember az életében elboldoguljon, és tudjon érvényesülni. Ez igazából, ahogy mondta is az előbb, a nyelvi dolgok mellett a számítástechnikának is egy minimuma az hozzá fog tartozni az alap elvárásokhoz. Lehet, hogy előbb-utóbb itt is eljutunk addig, mint nyugaton, hogy többet számítanak majd a referenciák és ajánlólevelek, mint a meglévő papírok, hiszen a referencia biztosítja azt, hogy igen, ezen a szakterületen már dolgozott az illető. Azt gondolom, azért hosszabb az út. Idáig én azért úgy gondolom. Valószínűleg ebbe az irányba haladunk, de ma a munkaerőpiacon még az a fajta napi gyakorlat, én még azért úgy gondolom, nem nagyon alakult ki, ami az előbb említett referenciák irányába mutatna. Igen, amikor az ember elhelyezkedik és az önéletrajzát megírja, ahol szerepelteti az előző egben akár munkaerőpiaci részvételét, illetve a megszerzett ismereteit, végzettségeit. Ezek fontosak, de én még nem látom azt Magyarországon, ahol a referenciáknak az a fajta rendszere kialakulna, ami a nyugati társadalmakban. Szerintem ehhez még idő kell. És mennyire tudjuk, fogjuk fel mi munkavállalók azt, hogy szükséges magunkat továbbképezni önkéntesen, és nem csak, hogyha beiskoláznak. Igen. Azt gondolom, hogy a motivált fiatalok között én látom azt a tudatosságot, ami az életpálya fölépítését mutatja, jelenti. Ők már tudatosan építik föl, úgymond a karrierjüket, a szakmai életpályájukat, és őnáluk látom azt a tudatosságot azzal, hogy vállalnak esetleg olyan munkaerőpiaci föllépést, amely az adott pillanatban esetleg anyagilag nem is a legjobbak, viszont referenciaként nagyon jól működnek a későbbiekben. Ezt a tudatosságot én látom a fiatalokban. A közép-fölnött korosztálynál, ott, tehát mondjuk az én korosztályomnál már inkább úgy látom, hogy egyáltalán munkaerőpiacon való megmaradás a nagyobb hangsúlyos, kevésbé azokban a távlatokban gondolkodik az ember, ami az életpályának ezt a fajta tudatosság felépítését jelenteni. Akkor az egyik cél az lesz, hogy majd ezen a gondolkodásmódon kell változtatni. Igen, mindenképpen. Ugye azt szokták mondani, hogy azok az emberek, akiknek van munkahelye, azoknak a kvázi a napi munkaideje nyugati társadalmakban 70%-ban a napi feladatok végrehajtása, 30% a fejlődés, a fejlesztés. Tehát ott tudatosan ebbe befektetnek az ottani munkáltatók is. Tehát az kvázi egy tudatos munkaidő felépítés, hogy a munkaidőnek egy adott részét az önfejlesztésre fordítsa, mert ez neki is érdeke. Meg az egyénnek is természetesen, hisz az a tudás az övé. Azt utána ő tudja kamatoztatni adott esetben máshol is. Hosszú lesz még ez a folyamat, Dobola, és köszönöm. Bizonyára így lesz.